Sziasztok, itt az MBTV és benne a Divat Expert. Ma a kiegészítőkkel fogunk foglalkozni, bemutatunk nektek pár sálkötési technikát. Gyere és tarts velünk! Azt tudtátok, hogy a sálakat már az ókori Egyiptomban is használták a haj megvédésére? Divatja napjainkban is töretlen, a kicsi, a nagy, a hosszú, a rövid, a kockás, a csíkos, a szőt, a kötött, a gyapjú és sejem. No de elég is a történelemből, nézzük a sálkötési praktikákat, melyben segítségemre lesz ma is Ajni. Sziasztok! Ma egy hétköznapi, mégis elegánsabb szettet hoztunk nektek, ami izgalmasabbá tehető egy táskával és egy sapka sálszettel. Az ősz miatt ebben a szettben a bézs és a barna dominál. Választottunk hozzá egy fekete Mianna Nelly felsőt, ami kötött anyagból készült és bőven fazonú. És mondj csak, Hany, hogy érzed magad ebben a szuper Mianna felsőben? Nagyon jól, nagyon kényelmes, és ami a legjobb benne, hogy denevér az ujja, ezáltal többféle testalkatú hölgyekre is megfelelő. Én a feketét választottam, de van belőle szürke, piros, kék és sárga is. Nekem nagyon tetszik ez a sárga, de neked nagyon jó választás volt ehhez a szerthez a fekete. Köszönöm. A felsőhöz választottunk egy majó formánadrágot, amihez tartozik egy óarany csatos, fekete bőrhatású szín is. Hajni, kérlek, mutasd meg nekünk, hogy milyen csizma van rajtad, mert látom, hogy nem egy hétköznapi darab. Igen, ezt a Mianna Madison csizmát választottam, mert magasabb sarka van, a szára pedig kötött anyagból készült, mely melegen tartja a lábamat, és a rádiumot is kiemeli. Hajni, szerintem a szettethez tökéletesen illik ez a bézs változat is. Mit gondolsz? Legközelebb ezzel veszem fel, de a te szettet sem hétköznapi. Igen, én pontosan ezért szeretem a Mianát, mert meg tudom benne valósítani önmagam. Ezt nézzétek! Ugye milyen király? De elkanyarodtunk a lényegtől, mert milyen praktikákat is mutatsz be nekünk? Egy pár sárkötési technikát fogok mutatni. Itt vannak a hűvösebb napok, bizony megérkezett az ősz, és ezért szükség van már egy kabátra. Látom, Hajni, te a velúr milyen a rozi kabátot választottad. Igen, most a bész színt választottam, mert ez illik legjobban a szettemhez. Egyébként jó választás lett volna a fekete és a sárga is, mert ezek is igazi őszi színek. Igen, nagyon szépek. Nagyon trendi ez a sál. Miért ezt választottad? Köszi, azért ezt választottam, mert most az Otelot mint a divat, és a Mianna választékában 7 színvel is kapható. Számos sapka közül választhattam volna a Markerbolt.hu webáruházában, hiszen nagyon sok újdonság érkezett, de én ezt a svájci bézs színű sapkát választottam. Ez nagyon jó választás, megy a szettethez, de egyébként azt tudtad, hogy a svájci sapkát csak Magyarországon hívják svájci sapkának? Nem tudtam. És te tudtad? Ez a Sandy sapka, ami színben kapható, ahányan vannak a törzsék. Ha tudod a várat, akkor írd meg nekünk kommentet. Nem hiányozhat egy szettből sem a táska. Most a markásbolt.hu oldalán nagyon-nagyon sok Prestige és Nobo táska érkezett. Ehhez az összeállításhoz Hajni a Nobo 1901-es típust választotta, ami egyébként fekete színben is megtalálható. Az nekem, az én szettemhez nagyon jó illene. És ami a legjobb benne, hogy rengeteg hely van, és a legfontosabb kellékek is beleférnek. Bízunk benne, hogy ma is tudtuk nektek mutatni sok izgalmas praktikát, rendet és újdonságot. Tartsatok velünk legközelebb is, amikor is elkalauzolunk benneteket a táskák és pénztárcák világába. Kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is,
küldjétek el nekünk kommentbe, hogy legközelebb milyen témát szeretnétek, hogy bemutassunk nektek. Köszönöm a figyelmet, addig is kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. És ne feledd, markásbolt.hu divatot szállít!